Purhab buktatta le a tolvajt, fejlesztése Tisza Szent Imrén, valomást tett D. Sándorné, karácsonyi adománygyűjtés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 10-én 18 óra 5 perckor. A megalapozott gyanú szerint egy renoválás alatt álló szolnoki házból vitték el a Purhabban rögzített ablakokat, amit hazáig vittek a feltételezett elkövetők. Ismeretlen személyek mentek be egy szolnoki felújítás alatt álló családi házba, majd a Purhabban rögzített, beépített műanyag ablakokat eltulajdonították, és különböző munkagépeket is magukkal vittek, tájékoztatott a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A bejelentést követően az egyenruhások adatokat gyűjtöttek és helyszíni szemlét tartottak. A feltételezett elkövetőket hamar sikerült azonosítani, ugyanis az ablakokból hulló Purhab a gyanúsítottak lakóhelyig vezette a rendőröket. A 16, 20 és 22 éves szolnoki lakosokat elfogták, és előállították az egyenruhások a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták őket. A terheltek elmondták, hogy a szerszámgépeket eladták, az ablakokat pedig elrejtették. Ez utóbbiakat kutatás során megtalálták a rendőrök. Kocúrné Tóth Ibolya, Tisza Szent Imrei polgármester a Magyar Falu programban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről beszélt a Karcag Televíziónak. Üdvözlöm Kocúrné Tóth Ibolyát, Tisza Szent Imre polgármesterét. Konkrét fejlesztések melyek voltak a településen a Magyar Falu program keretei között? 2009-től éltünk a Magyar Falu program pályázati lehetőségeivel. A legelső, amire pályáztunk, járda volt, Ady Endre úton járdát építettünk. Felújítottunk két utat a piac közt és a Bajcsi és Hatház út közötti útszakaszt. Pályáztunk a művelődési ház kazáncseréjére, programra. A tanyagondnoki szolgálat tanyabuszt kapott, óvodakerítésre, fogorvosi eszközökre. Ezek már mind megvalósult fejlesztések voltak, illetve pályázatok, közterületek karbantartását szolgáló eszközökre. Teljesség igénye nélkül, ez egy olyan 46,4 millió forint összegben pályáztunk ezekre a területekre. Jelenleg folyamatban lévő fejlesztések, kettő szolgálati lakásnak a felújítása van folyamatban, és e héten kedden kezdődött a Hatház út felújítása. Ezek a konkrét fejlesztések, melyeket megvalósítottunk az elmúlt két évben, ha ezt így összesítem, olyan közel 90 millió forintról beszélhetünk. Vallomást tett a szolnoki törvényszéken D. Sándorné. A Bróker Marcsi ügyvádlottja ebben részben elismerte bűnösségét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hazahozatala óta mindenben együttműködött a hatóságokkal. A vallomástétel közben az egykori Kunmediátor Kft. Ügyvezetője elsírta magát. A főügyészség 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással és más bűncselekményekkel vádolja az asszonyt. Nagy volt a riadalom Karcagon 2015 tavaszán. Egyik napról a másikra eltűnt az alföldi kisvárosból D. Sándorné. A helyiek körében népszerű asszony pénzügyi befektetéseket ajánlott üzletfeleinek. Jól lehet, a Magyar Nemzeti Banktól csak valutaváltásra kapott engedélyt. A bűnösségét beismerje. Igen, nem, részben. A vádhatóság álláspontja szerint a tiltott pénzügyi tevékenységek révén az 1999-ben alapított cég több mint 12 milliárd forintos kárt okozott a kis és nagy befektetőknek. D. Sándorné néhány ezer forinttól több 10 millió forintig vett át pénzt magánszemélyektől és cégektől. Pénzügyi szervezetek állami felügyeletének egy római 1/876/2002-es számú határozatát. Egy határozat, ami arról szól, hogy a Kunmediátor Kft. A felügyelethez benyújtott kérelme alapján engedélyezem a Kft. Számára a HPT törvény alapján
pénzi szolgáltatás végzését, ügynöki tevékenység. Jelen engedély alapján a KFT a törvény alapján pénzváltási tevékenység ügynökként történő végzésre jogosult. A KFT tevékenységet csak hitelintézetek kötött és felügyelet által engedett megbízási szerződés alapján végezheti. A KFT-nek a pénzváltási tevékenység ügynökként történő végzéséhez szükséges személyes tárgyi feltételekkel a tevékenység folytatás során folyamatosan rendelkeznie kell. 2002. május 29 napján. A következő, amit kaptam, az az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek egy levele Sándorné részére 1998. január 28-án íródott OTP Bank RT címére, Szolnok, Szapár út 31. Tisztelt Hölgyem, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez érkezett kérelmére hivatkozásra tájékoztatom, hogy a mai napon a befektetési tanácsadókról vezetett névjegyzébe felvételre került. Befektetőit egy ideig tudta fizetni, ám elfogyott a rábízott pénz, ezért 6 évvel ezelőtt előbb Olaszországba szökött, majd a Karibi térségben fekvő Belizébe menekült. A magyar hatóságok onnan hozták haza 2016. decemberében. Ez egy gyakorlóan kötött, és megijedtem a tárgyas ügyéből. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem is találtam a nyugodt iratok, köszönöm, megnézem a nyugodt iratok között sem, hogy olyan, ami a hazajövetelmenek kapcsolatban bármit tartalmazott volna. Azt tudom elmondani, hogy én a hazajövetelemben maximálisan tudjátokodtam. Annak ellenére, hogy a Magyarországra történő megérkezési szemben semmiféle kényszerintézkedés nem alkalmaztak, hiszen nem tulajdonképpen ennél megbeszélés alapján hoztak engem haza, valakivel leelvezte. Ebből adódóan én nem láttam, hogy bűnügyi költséget fölmerülni, de ha valami formát, nem dolgok szállásomban. Nem volt célom, hogy az a történő bújtárás, de már hangsúlyoztam, hogy röviddel felhívta a történő érkezésemet követően, nem lehetett eljönni. Amikor megláttam, hogy 19. vagy 20. körülben van az Amerikából, az Amerikán keresztül történő hazatérés lehetősége, onnan is tudok kezdve a képviselőt. Nem a hatóságoktól menekültem. Én itt aktívan részt vettem mindenbe, tehát elfogadom a büntetést, ez már nem, hogy ez jár érte, viszont szégyenem, maga nagyon lehet tudom voltam. Október 19-i vádbeszédében az ügyész 10 évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottra. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítására sem a futamidő lejáratának napján került sor feltétlenül. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítása, vagy új szerződés kötése akár a futamidő lejáratát megelőzően egy héttel, de azt követően is történhetett, melynek azért van jelentősége, hiszen a deviza árfolyama napi szinten változott. Nyilvánvalóan nem volt annak jelentőség, hogy a sértett havonta vagy a futamidő lejáratakor kérte a hozam kifizetését, illetőleg épp mikor kért tőke kifizetést, mert valójában csak papíron létezett a vádott által számított devizamennyiség. A sértettek által döntően forintban teljesített befizetéseket a vádott ténylegesen nem váltott át az általa megjelölt devizára. Ahogy azt a sértettek is elmondták, a vádlott részére átadott pénzösszeget a vádlott az irodájában lévő asztal fiókjába helyezte, a pénzösszegek további sorsáról nem bírtak tudomással. Ugyanez mondható el a Cum-Mediator Kft. Részére vezetett bankszámlákra történő átutalásokról, azokra vonatkozóan nem végzett befektetése forgatásirányuló tranzakciókat a vádlott, valójában a bankszámlára történő sérleti átutalások a további sértettek részére bankszámláról történő kifizetések alapját képezte. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a szerződések már maga a befektetett pénzösszegre vonatkozóan valótlan tartalmazatot tartalmaznak, hiszen a megszerződés megfogalmazásából arra lehet következtetni, hogy a sértettek devizát adtak át a vádlott részére, ehhez azonban a sértettek kevés kivételtől eltekintve forintban teljesítették a befizetéseket, továbbá a kifizetéseket is forintban kapták meg. Mint ahogy arról már a perbeszédemben beszéltem, több tanú nyilatkozott arról, hogy a vádlott a pénzösszegek további sorsára nézve milyen tájékoztatást adott a részükre. Azonban általánosságban az mondható el,
hogy valójában a sértettek kizárólagosan a szerződés szövegezéséből tudtak arra következtetni, hogy a vádlott devizában tartja a pénzüket, annak forgatásáról lehet szó, ugyanakkor miután a vádlott által teljesített kifizetésekkel a 2015-ös évet megelőzően nem volt gond, a kért összegeket a sértettek az általuk kért időpontban megkapták, valójában a sértettek nem foglalkoztak azzal, hogy valójában milyen befektetési forma állhat a szerződések mögött. A Broker Marcsi ügy tárgyalása november 16-án a védőbeszéddel folytatódik. Újra lesz jótékonysági adománygyűjtés. Jótékonysági adománygyűjtés. Idén is várjuk a karácsonyi felajánlásokat a megyeházán, november 8 és december 3-a között. A Jászhegyi Szolnok megyei önkormányzat idén is közreműködik a Magyar Református Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági kezdeményezéseiben, és megyei központi gyűjtőhelyként várja a felajánlásokat, melyek idén is rászoruló gyermekekhez, családokhoz érkeznek határon innen és túl, még az ünnep előtt. Segíteni többféle módon is lehet. Lássuk hogyan. Szeretett doboz. Környezetbarát, újra felhasználható vagy bármely más típusú, szépen és gondosan becsomagolt dobozba, elsősorban tartós élelmiszereket, többek között cukrot, olajat, lisztet, teát, fűszereket, kekszeket, kakaót, száraz tésztát, édességet és tisztálkodószereket, mint például sampont, tusfürdőt, fogkrémet, öblítőt, mosószert és pelenkát várunk. Külön köszönet, ha étel intoleranciával küzdőkre is gondolnak a csomagok készítői. Az adományokat a gyűjtés időszakában hétfőnként 14 és 15 óra között Huba Imre, a Jászhegyi Szolnok megyei közgyűlés elnöke személyesen veszi át. A szeretett papírdoboz a megyeházán jelzett kérésre korlátozott mennyiségben rendelkezésre tudnak bocsájtani. Nyilas Misi pak. A kilátástalan helyzetű gyermekek csomagja, amelybe lehet tenni édességet, fejlesztőjátékot, meleg sapkát, sálat, kesztyűt, zoknit, fogkefét, fogkrémet, füzetet, tollat, kifestőt, színes ceruzát, radírt és egy kedves levélüzenetet. Kívánságlista program. Nehéz helyzetben nevelkedő gyermekek kívánságait lehet teljesíteni a jobbadni.hu oldalon keresztül. Várjuk szeretettel az adományokat Jászhegyi Szolnok megyéből. Áll a Jászhegyi Szolnok megyei közgyűlés közleményében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!